komolyan mondom, ezt a kibaszott... Hát joggal teszi fel a kérdést, hogy igen, hát miért én fogalmam sincs, sztár vagyok, ezt mindenki tudja. Valaki szerepelt már a Potter Albertbe? Hát nem szerepelt még a Potter Albertbe, úgyhogy én leszek a legnagyobb sztár a Potter Albertbe. Radics Peti, hát megmondom őszintén, soha nem hallottam az előtt róla. Hát, hogy mennyi pénzért? Fogalmam sincs. Hát tudja, hogy kurva egy pénz. Hát eleve a YouTube pénzt is lekaszálom, tehát ez már biztos. Aki fingott? Ne fingjon már ide az Isten áld. Rúgja ki ezt a kurva kameramentbe, bazd meg! Kurva meleg van ráadásul, bazd meg. Lényeg a lényegben, volt az csak faszom, az sem tudom, volt. Elég nagy munka lesz, ez benne lesz nekem legalább 2-3 hónap munkában. Hát a pénzért minden, ezt mondtam már. Hát ilyen filmekben szerepeltem, hogy apám, testvérem, piáljatok, míg meg nem haltok kettőbe. Jöttünk, láttunk itt. Igen, abban a filmben lettem alkoholista. Most jöttem vissza Kaliforniából, a mocsokszalhely, oda ne menjen. Én vagyok az első vendégszereplő a Potter Albertben, és erre kurva büszke vagyok. Mondjam, levenném a gatyámat, mert kurva meleg van, ugye nem zavar. De ezt ki fogják vágni, igaz? Hát eddig a Peti a saját stábjával dolgozott Tom Dumbledore-ral, Piton Batman-nel és Rosinkával, szóval ilyen arcokkal. Most engem is bevett a csapatba, ennek kurvára örülök. Nekem őszinte vagyok, nem sok beleszólásom van ebben az egészben, hiszen a film végére, hát mindegy, hagyjuk, nem lövöm le a poént. Nem dráma? A Potter Albert nem dráma? Nem dráma. A Potter Albert végjáték. Én teljesen azt hittem, hogy ez egy dráma. Hát én drámában játszom. Én folyamatosan drámában játszom, azt azért tudni kell. Hát ez egy nagyon komoly lelki dráma. Tehát ahogy kimondom ezt a nevet, hogy Potter Albert, hát árva kisfiút jut eszembe, aki eldobnak a családjától, és az utcán él, majd piálni kezd és drogos lesz. Tehát én úgy tudom, hogy ez a forgatókönyv, és hiszen olvastam. Ja, de hogy ez nem dráma. Aha. Úgy nézek ki, bazd meg, hogy csoki a talaszból, bazd meg. Peti is egy nagyon jó ember, mert Skype-on beszéltem már vele többször is, kétszer. És nagyon meggyőző, és csípem a búráját, jó gyerek. Ne felejtjétek, a következő Potter Albertben ott leszek, hallgassátok a hangomat, királyság, Peti a legkirályabb, csáj.